Srácok, sokan szoktátok kérdezni, hogy hol is adom el a skinjeimet. Két oldal van, az egyik a skins.cash, a másik ugye az OP Skins, amit általában többen ismernek. Na most a skin.cash-en leszünk, és ez igazából ez az oldal arról szól, hogy ha neked nagyon sürgősen kell a pénz, ezt akkor szoktam használni, például utoljára LOL-ba használtam, nagyon kellett a pénz, ugye, akartam venni egy skint, és itt tettem el a skint, ugye, mert itt körülbelül egy vagy két perc alatt meg is kapod a pénzt, csak hát ugye megvannak a következményei. Hát a market ára alatt nem is tudom mennyivel olcsóbbak, hát a field-tested vulkán az olyan 25 dollár és itt 17, szóval vannak azért eltérések, de hogyha nagyon kell a pénz, akkor is sokkal jobban megéri eladni. És hogyha valaki új lenne az oldalon, akkor igazából itt leír mindent, hogy hogyan működik, be kell lépni, ki kell választani, mit szeretnél eladni, utána az, hogy hova szeretnéd kérni. Itt vannak a bónuszok, látjátok, én már eladtam 24 dollárt. Itt vannak a kérdések, hogy találtál bugot, stb. Itt fel tudjátok venni a kapcsolatot az oldallal. Ez meg nem tudom mi. Na, lényegében, ezt meg is fogom nektek most mutatni, hogy hogyan is működik. Én kivettem kettő darab skint, vagyis egyet, csak nem refresheli a skinjeimet, ami nem tudom miért van, de itt van. Hát ezt 1,5 euróért vettem ki. Na mindegy, eladjuk ezeket a skineket, ami nekünk nem kell. Nagyon jó kis 0,69 dollár fogunk kapni, és én PayPal-ra szeretném kérni, szóval kell kereken egy dollárt szereznünk, szóval nem is tudom. Hát ez így sincs meg. Hát nem tudom, lehet kikérem így akkor. Jó srácok, szerzek mellé skint, és akkor jelentkezek újra egy fél pillanat. Na srácok, végképp abban maradt, hogy inkább eladom ezeket a skineket, mert úgyse használom őket, meg eleve nem is használom a glockot, meg stb. És így 4 dollárt fogunk kapni érte, szóval a PayPal-t 1 dollártól lehet használni, és 1 dollártól igazából az összeset tudod használni, szóval a minimum, amit el tudsz adni, az az 1 dollár. Lehet, hogy itt vannak TF itemek, vannak Dota 2-es itemek, szóval a link majd ott lesz a leírásban, ott, hogyha beléptek, akkor 3% bónusz fogtok kapni, és akkor már is valamivel többet kaptok. Na, rámek arra a PayPal, ide beírom az én e-mail címemet. Beírom még egyszer, ugye meg kell elősíteni. Belemelk arra, hogy elfogadom. Itt kiírja, mennyit fogok kapni. És elmelk arra, hogy get cash nov, ami azt jelenti, hogy nekem nem sokára jönni fog egy trade offer, amit ugye meg kell erősítsek. Itt is van. Ezt megerősítem. Remek arra, hogy csere elfogadás. És nincs más dolgom, mint telefonom vár, asztalat, de megijedtem. És ja, telefonom meg is jött az értesítés. És most van 6 óra 11. És srácok, jelentkezek, amint megjött PayPal-ra a pénz. És srácok, 6 óra 12 van, és a pénz meg is jött a PayPal-omra. 3,47 dollár. Hát ez eléggé gyors volt, 1 perces trade offer volt. Na srácok, hogyha tetszett a videó, akkor csapassatok egy lájkot, aki nem tette volna meg, az iratkozzon fel a csatornára, és akkor a következő videóban találkozunk. Sziasztok srácok!